És ők a Layers of Fear-nek a folytatása, folytatni fogjuk onnan, ahol abba hagytuk, ami ezen a... Igen, ezekre még emlékszem. Igen, igen, itt tartottunk, ahol tehát az urak lógtak egy picikét a spanokkal ott feljebb. Miért megy lassabb FPS-be ez egy dolog, mint minden más, így lag, nem tudom, itt szaggat gyakorlatilag. Mi ez? Egy rakatnyi ember egy színházba, ha? Az mi előadásunk volt talán? Nem tudom, ezt amúgy lehet... Nem, nem lehet visszatekerni, pedig azt hittem már, mert mondom, miért másért laggolni, de le tudunk esni? Ránk tud esni? Ja nem, mert hát pont úgy van, hogy jó, hátrafele mi ki... Mitől ke... Jó. Felőlem végül is. Kösz! Jó, én nekem elég annyi, én nekem elég, tehát hogyha megvan a kulcs, és mehetek el a francba. Így is van, na ez a beszéd. Jó, akkor haladjunk minél jobban, előrébb szóval. An act of creation always begins with an act of destruction. Egy golyó. Oké, felvevő szobában vagyunk. Na, szóval, fejlemények. Sikerült mindent megcsinálnom gyakorlatilag Linuxon, amit akartam. És most már ott gémelek. Egy shotgun. És most el is vihetem egyébként, vagy... Ó. Oh. A férjet vagy a feleséget lövöm le? Becsukom a szememet, és... vissza tudom rakni. Ja, de az egyiket gondolom muszáj meglőni. Ja, jó. Becsukom a szememet, és random, jó? A jobb oldali? Oké, akkor lelövöm azt. No. You look, but do not see. Én látok. Shoot her. Oké. Okay. Ott arrébb lett húzva. Lőjük le őt is, nem? Who are we to rewrite it? Who are we to deny it? Én nem tudom, előttem a palét. Nem tudom visszatekerni, nem, jó. Oké, megbeszéltük, nem tudom. Azt tudom, annak utána néztem, hogy az előző játéknak, tehát a Layers of Fear 1-nek, annak 3 endingje volt, és tehát az alapján döntődött ugye el, hogy melyik endinget kaptad, hogy milyen döntéseket hoztál az alapján, hogy tehát a családoddal mentél-e, vagy csak magadra gondoltál-e, vagy a kettő keveréke. Tehát ez a 3 ending van, mi ugye azt az endinget kaptuk, hogy a kettő keveréke. Ebben a játékban is gondolom, hogy több ending van. Ez 5 megállt. Cső, visszatudom tolni? Nem. Ő nem tudom, őt kitolta ideig a játék, ez kifújt. Ezek itt amúgy kamerák? Szerintem én átgugolok alatta. Nem tudom miért, de félek ezek. Tényleg úgy nézek ki, mintha valamit ott égetnének át. Milyen messziről jön ez? Ez egyértelműen tett valami kamerafény. Itt van a vetítőszoba, vagy mi? Innen vetítenek valamit, ne? Másik szoba? Mi a franc ez? Mi akar ez lenni? Elég nagyon-nagyon úgy néz ki, mintha mindegyik egy ilyen kicseszett vetítő lenne, de nem tudom egyelőre hova rakni, nem tudok átmenni? Nem, nem tudok. Jó, akkor itt megyünk. Ez mi? Ezek a hangok nagyon-nagyon jól vannak megcsinálva ebben a játékban. Menj arrébb telefon. Jaj. Egyből úgy kezdünk, hogy az első 5 percben elém raksz egy faszit, aki sétál felém? Nem a legjobb kezdés, jó? Nem lenne ez a legjobb. Egyébként azt észrevettem, hogy nekem... Ma megint! Ma megint az a kép, basszus, jó. Oké, megtanulok viselkedni, esküszöm, megtanulok viselkedni, de csak akkor, hogyha te is. Nem szeretnék látni több ilyen úriembert, aki velem szembe... Tényleg? Tényleg? Most megfordulok. Csak mert... itt nincsen semmi. Ja, egyértelműen visszafele kell... erre? Jó, erre fel nem láttunk még az előbb. Ó, basszus, minek ez a villogás? Ez... Ja, uram, légy szíves, én csak... Tehát nem szeretnék ránézni a villogásra, nem szeretek a szemem a villogást, nem bírom. Miért?
Nem lehet valaki kikapcsolni a flashing lights-ot vagy valami? Dölöngérünk vagy? Nem, ez csak... Úgy vannak felfestve a falra a szekrények? Veled mi van, jó uram? 90-es tesztbábú. Beindítjuk a FNAF. Nem? Aztán legalább elfújja a palit. Mi? Ó, oké, érkezem. Jó, meg leszünk. Ez történik. Erre, ez most jó, ez most jó. Haló, ó, visszatértünk az ilyen régi filmes verzióba, oké. Mi történik veled? Te kinyitod nekem az ajt. Ó, hát Miléri, köszönöm szépen, hölgyeknek előre. Mi a franc ez a szoba? A fekete lyuk? Ez nem is egy lyuk, ez egy fekete kocka. És kijön belőle egy fej. Meg tinta, meg... A franc se tudja mi más, menj vissza. Légy szíves, menj vissza, vagy valamit csináljál, légy szíves. Valamit kezdje magaddal. Basszus. De mi ez a szoba egyáltalán? Mi ez? Ez valami ilyen... Mental asylum? Hát nem értem meg. Erre valahogyan úgy számítottam, eléggé a székemnek a szélén ültem, hogy ajjaj, fix, hogy valahol jumpscare lesz. Ez nem annyira kapott el, mint az előző. Egyébként azt vettem észre, hogy a tegnapi videóban olyan jól sikerült eltalálni a mikrofonomat, basszus, hogy szerintem ilyen jól nem hangzott még a mikrofonom ezelőtt. Szóval ezek az... Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Szóval olyan jól sikerült eltalálnom a mikrofon beállításaimat, hogy az újrarakás előtt sem volt ilyen jó hangom szerintem, tehát csak szimplán nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy milyen hang. Ez Mr. Hardy? It takes courage to stand up to someone stronger than you. I could never do it. I wasn't brave enough, but she was. Mi hogyha én is így? Én nem férek. Rohadt. Még lejjebb? Ez eddig is itt volt? Nem tudom, én nem férek le oda. Hát én megyek igazából erre. Mr. Hardyval találkoztunk most már. Már van valaki, nem tudom miért fordultam így ki így a fejem. Nem lehet dörengélni a játékban. Ebbe szöveg, gondolom. Nem? Vedd fel. Kösz. Mi ez? Cuccok bevásárlista. Egy replika egy 17. századi flintlock pisztolyról. Teljesen működő. Villanópor. Ami át van húzva és a helyére raktak 4 hordónyi puskaport, 5x100 darab töltényt és 100 bábút, jó, értem már, hogy honnan jöttek ezek a bábuk. Tehát akkor a játék alatt 100 bábúval kell találkoznunk, szerintem találkoztunk már egy jó 30-al. Erősen kétlem, hogy ennyire pontosan meg vannak számolva, de az nagyon-nagyon nagyot menne. Tia uram, mit tervezel te ott fennkezdeni? Te mit haza? Menj csak, mi trezeksz? Most töltöttelek fel, nehogy lemerüljél ilyen gyorsan. Szó szerint nem fut az órában semmi a szívverésmérőn kívül, az kiírja 5 perc alatt, hogy 15% elérhető. Mi a franc van vele, na mindegy. Csak egyikünk tudja, hogy mit kell megtennünk. Csak is kizárólag egyikünk tudja, hogy mik vannak a téten. Másoknak nem kell tudnia, nem kell megérteniük, csak hallgassanak és játsszák el, színészkedjenek, oké. Okay. Megbeszéltük, én jöttem színészkedni szerintem, én teljes mértékben megvoltam itt. Ez hova tűnt a bábu? Én jól éreztem magamat a színész szakmába. Hova tűnt én a bábú? Miért kell bábukkal színészkednünk? Tehát, hogy emberek nem voltak ezen a hajón? Az a baj, szerintem nem nagyon. Mondjuk találkoztunk már egy kisgyerekkel, ha bár nem tudom, hogy tehát ő igazi volt-e. Hello? Anyone there? Bloody hell. Sod it. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Jogos egyébként, én is ezt mondanám. Tehát itt meg lehet, hogy lesznek emberek, akik megpróbálnak majd minket lenyomozni, vagy ez megint csak egy ilyen lopakodós jelenet, vagy... Nem tudom, mert tehát azt mondták, hogy van itt valaki lenne és keresett minket, tehát keresték a gyerekeket, ez fix. Biztos, nagy uram. Ilyen hangokat nem szeretek hallani. Ugye nem lesz itt nem valami kicsi szörny? Ó, oh, basszus, nem. Látok egy... Az! Nincs is erre semmi, miért küldenél el erre? Itt most tehát van valaki, vagy? Nem értem, nem értem, de a zene jó. Csap le! Zuty! Nem értem, azt mondták, hogy tehát a sötétben van valaki, de ne...
nem volt ahhoz kötve, hogy tehát világítok-e a lámpámmal, mert nem történt semmi, amikor világítottam a lámpám. Ne nyisd ki a ajtót. Mondom, csukd be! Köszönöm. Igen, jó, jó. Szerintem én sprintelek, szerintem én sprintelek. Szia, uram! Jó, uram! Ó, oh, run that back, takar vissza az időt! De teker vissza, nem tudom. Hallott, tesó, run that back! Vissza! Állj meg! Brót megfagyasztottam az időben. Bro meg lett fagyasztva. Oké. Odarrébb a... Gyáááát, odat, oké. Jó, haladjunk tovább, basszus, ez nagyon-nagyon követ minket. Ez rohadtul követ minket, de hál' Istennek nincsen köze. Szerintem. Oké. Becsuktam. Értem. Kalapács? Ezzel megverem. Menj ki! Lily, I'm scared. Én is. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Okay. Nem kell kétszer mondani, de akkor légy és nyissad ki és csukjad be az ajtókat! Az rosszony, basszus. Sprint! Gyorsabban, ennél jobban nem tudom fogni! Oké. Menj, vidd arrébb azt a szutykot! Jézusom, ez nem tudom, hogy micsoda ez a szörny, de ez nagyon-nagyon elkapott engem! Ez nagyon-nagyon elkap engem, basszus! Ez rohadtul ijesztő! Vidd arrébb, hadd menjek ki, köszönöm, te is! Köszönöm, igen jó! Még egy ajtóhoz, még egy biztonságos hely nekem! Basszus! Ez a szörny, ezt nagyon eltalálták, ezt nem tudom, hogy mi akar lenni, vagy te kicsoda, nem is akarom, tehát akkor mostantól tudjuk, hogy ő vele el lehet intézni úgy, hogyha ajtókat csukunk be. Basszus, annyira rángatom az egeremet, amennyire máshogyan senki, mert ez egy taposó akna. Miért van, hogy van-e patkány? Mi van? Jó, hát azért megtartották ez a Layers of Fear, mi a franc történik momentet, és természetesen másik helyen vagyunk, jó, jobb is. Nem akarok visszamenni soha többet ahhoz az úrhoz. Hú, basszus, na ez kemény volt, oké, ez nagyon fel... Nem. Na-a. Mondtam, megyek erre fele akkor, hogyha másik irányban nem enged, akkor megyünk erre. Tüntetett a játék. Mi? Onnan jöttünk be és itt kötöttünk ki, gondolom? Jó, kellett egy kis töltőképernyő. Az első játékban nem... De voltak töltőképernyők, csak annyira... visszatértünk a kezdőhelyre. Karakter, rakd fel a maszkot. Tanulmányozd, mutasd meg az igazi arcodat. Szerintem én jól vagyok. Ennyi fejezet van? Tehát volt ez az... Mi? Melyik volt az első képünk? Ez ott gondolom az első kép. De én nem erre emlékszem. Sok ember, igen. Meg hát ez. Akolódtok a hajóra, vagy nem tudom. Nem, mit tudom én, tudja a franc. Azt elolvastuk már szerint? Nem. Hallottam, hogy eléggé nehezen sikerült beindulni, de tudom, hogy megvagy már az ötlete annak, hogy ki legyen ez a karakter. Ezt neked kell megtenned, te vagy a sztárja a show-nak. De ne felejtsd el, a rendező meg lehet, hogy egy picikét furi lesz, és a nap végén igazából egy csapatban vagytok, tehát a te barátod és az ügynököd. Jó, tehát akkor a főnökkel kedvesnek kéne lennem, vagyis jónak kéne lennem. Kaptunk még egy gyógyszert? We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart as I... Ja, most beáraktuk azt, bocs. My heart as I grew up not far from here myself. Few things have changed, it seems, for better or worse. And I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Morning. Good man. Your name. What's your name? Ebben a végre egy ilyen izé... Ja, megy meg tovább? James volt a neve, nem mindig. Ebben a végre ebből ilyen YouTube poop lett így, tehát... Végére így nekiálltak ilyen random lobotomi izékat bevágni.
Nem baj, mehetünk szerintem megnézni a következő filmet, hogyha tippen. Á, igen, meg is kaptuk a következő filmet, jó értem. Az ott az egyes chapter, most jön a kettes, és akkor van 4 vagy 5. Tehát az egyes fejezettel végeztünk, most jön a kettes, oké, okay, kiveszik a filmet, berakjuk a filmet, és mehetünk. Oké, okay, ennek is lesz egy ilyen menő introja, mint az előzőnek? Now, they knew a part of the answer to the director's question. Before the world told them what to be. They were stowaways. Hidden deep in the entrails of the beast that was the ship. Voltak potyautasok? They hid and fought for survival. Aha. Losing more and more of themselves. Ma hogyan kirakták őket a hajóról? Now they had to descend again into the entrails of the beast that was their own mind. Find what they lost. It was still there, buried, hidden away, locked in a vault. A prison of themselves. Deep down, there was only instinct. A need and an act. Hunger and violence. And was there also a choice? Tudom, hogy volt a választékjuk, nekem kéne valamit, így nem. Ja, nem, jó, azt hittem, azt én irányítom az egeremmel, mert tehát ahogyan mozgattam az egeremet, úgy nagyobbodott, meg csökkent, aztán. Nem. Ennyi. Második fejezet. A vadászat. Miért az a neve, hogy a vadászat? Én, ugye nem engem fognak vadászni. Cső. Remélem, hogy nem én leszek az, akit... Ja, csak dönöngél a hajó, jó. Hát ezt már láttuk kismilliószor, hogy dönöngél a hajó. Ezen már megselepődök. Remélem... Do you remember hunger? Nem. Nem tudom, mikor voltam éhes. Most tettem egyébként nemrég, úgyhogy... úgyhogy nem. Nem emlékszem, milyen éhesnek lenni, vagy nem tud... Becsukulott. Fotógép. Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Hát már mi nekünk nincsen igazából már olyan, hogy mi már tehát annyira beleéltük magunk. Megint ugyanaz a szoba. What the hell? Na de akkor ő itt, hát őt megmordálták szerintem. Ő volt az, aki arrébb tolta a trollit. Ja. Megölték, azt felburították az autót, basszus. Konnektor? Konvektor. Konnektor, oké. Okay. Excuse me, I'm such a big fan. Jó, aláírjuk. Could you please sign... Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Annyira elvesztettük az tényleges énünket, hogy tehát már úgysem néztünk ki, mint magunk. Az viszont már eléggé egy probléma. Hogy ki vannak ide állítva a pipek? Ez hogyan szeret ki innen amúgy? What? Hagyjuk inkább, menjünk tovább. Majd az idő megmondja, gondolom. Majd így is leülünk, majd lesz ilyen pipázó minigame, szia! Adsz nekem valamit? Gondolom, adnál nekem valamit, csak valami nem működtél. Mi ez a hang? Hallok itt benn valami csapkodó. Ő volt az! És ő megint át olyan, hogy mozog? De jó! De nagyon-nagyon örülök neki, hogy ő neki velém kell lennie! Húzárép. Ha! Bro felborult! Puty! Viszontlátás! Liftaknába megyünk kiesni a mapból, nem? Jól csináltam? Ugye nem rosszul csináltam, én csak minél távolabb akartam tőle menni. Ez ilyen instinkt bennem. Ha. Jól csináltam, szerintem nem vagyunk a hajónak a magjába gyakorlatilag. Akkor ezért az a neve a fejezetnek, hogy a vadászat? Mi lenne, hogyha nem engem vadásznának, annak úgy szerintem én örülnék. Szép napot, kapitány. Kapitány! Valami... Ha nem hangzik túl jól... Oda dugjuk be. És ezen mire mentünk? Ja. Azt. Csukd be, ezt csukd be. Oké.
Ú, basszus, konnektor puzzle-ök, meg tehát ide zsinorozzá, oda zsinorozzá. Ú, jaj, ez nehéz lesz. Itt nem vannak emberek, akik tehát dolgoznak? Az a baj, én elhinni nem tudom, hogy itt dolgoznak emberek, mert mi ez a sok cucc? Ezeket tehát hogyan olvasnád le? Nem tudom. Szóval valójában nem így van, mert tehát ez nagyon káosz. Nem, én ezt nem tudom leolvasni, annyi cucc van. 1:05-kor a hajó lenti részében nekiálltunk járőrözni, 1:30-kor, hajnali egyébként, hajnali 1:30-kor. A motorszobában minden rendben van elméletileg, átmegyünk a raktár térfélre. 1:38-kor fura hangokat hallottunk a raktárban, elmentünk megvizsgálni, eltörött a zseblámpánk, vissza kellett menni egy másikért. Sérülést okoztunk egy céges dolognak, igen, ezt le fogják majd venni a fizetésünkből, de jó. Valamint elmentünk a munkahelyünkre, oké, mindegy. 1:53-kor pedig visszamentünk, és semmiféle más nem találtunk. 2:30-kor pedig leadtuk, hogy tehát ennyi volt mi nekünk arra a napra, a munkánk jól van. Elég is annyi szerintem, én itt leugrok, hogyha nem baj. Arra fel szeretnék menni, mert itt látok valami fényt. Hazudtam, az csak szimplán, tehát a... Igen, az csak... Miért? Miért kell mi nekünk ilyen helyekkel lenni? Ez olyan retekijesztő ez a helyszín. Jaj, te most ezt már megint kihívta meg! Pali úgy nézett ki, mint valami rossz Pokémon. Nem. Mi lenne, hogyha mi azt ott kínotnám? Én itt semmit nem akarok most már csinálni. Én el akarok menni. Ez olyan retekijesztő van megcsinálva ez a... Kommunista vödör. Gázolaj! Milyen vödör? Nem tudom, nincs is itt vödör. Egy picit hagyom, hogy visszamegyen a flashlightunk. Annyira retek szép ez a játék, annyira realisztikus és ijesztő, hogy ezt el sem tudom mondani. Szerintem ez egyik legszebb játék, amivel játszottunk a csatornán. Itt jön ki a gáz. Jön ki a gáz, mert torzítva van a... Aha, itt valahol itt gázlék van. Na, itt basszus, itt nem szabad tüzet gyújtani, mert szétrobbanunk. Methane check! Hallod? Öngyújtott valaki? Nem akar ide hozni, hogy benyomjuk egy picikét? Itt durran az egész hajó, de elviseljük végül is. Én csak lakos vagyok, én amúgy, én itt csak bejárok, én nem itt lakom egyébként. Végre valami fény. Hey, itt az előbb még volt kaja. Melyik zabálta meg előlem? Csukd be az ajtót. Hogyha kérem, hogy csukd be, akkor csukd be. Köszönöm szépen. Mi legyen? Szerintem legyen az, hogy ide hozták a kajánkat, látom már azt a kenyeret, kér. Eleszik előlünk, basszus. Hát ez szomorú. Jó, akkor következő szóval csak találunk valami ehetőt. De kakaós csiga volt! Pont a kedvencem, basszus! Mennyire lesz mögöttem valaki? Ama? Hop! Kaja jumpscare, hallod? Basszus, amikor kinyitod a hűtő... fúj! Azt hittem, hogy legalább kapok valami ehetőt, de már az összes megrohadt, basszus. Persze, hogyha nem vágtátok volna hozzám. Ami legyen a következő. Jaj, ne. That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. Look, the mains. The food. It's gone. Mi lett a kaja? Putya utasok voltak a gyerekek is, akkor azért rejtőztek. Na várjatok, kezdjük össze. Mennyire lesz mögöttem egy pucérfaszi? What? Ott megy. Ott megy. Megint. Örülök neki, én is megkóstolnám magamat, de hát sajnos ez nem egy lehetőség. Erre felmegyünk, úgy érzem. Yep. Csináljál valamit? Tekerd el nekem, hogy itt át tudjak menni, légy szíves? Köszönöm, és ne legyen sprintelős lé. Hagyom, hogy visszamenjem, mert tudom, hogy így is menekülni kell valószínűleg. Kap be! Jaj, ne! Miért nem lehetett volna cső? És az a... Lebeszt a gyökeret. Átváltottam a billentyűzet ennek a nyelvét, és nem tudok visszamenni a játékba. Miért van egerem? Ó, baszki. Sikerült? Mindent is csináltam, hallod? Átváltottam basszus amerikai angolra a billentyűzetem. Minden fasza? Oké. Minden egyes jelenetet, ahol szerepel szörny, én nem szeretek. Pont. Nyomd le nekem azt, légy szíves. Ó, most akkor az ez ki vagy. Én meg lenyomom ezt.
Jó ötlet ez. Valamit bekapcsoltam, gondolom most már megyünk előre, vagy nem tudom, ezzel most akkor meg lett oldva a putyautas probléma, vagy tehát az... Meg hogy mi az anyád? Úgy érzem, hogy azon... Igen, látom a villogást, jó, nem fogok oda nézni, mert fáj tőle a szemem. Azon szerintem mi nekünk nem kéne átmenni, szóval mi lenne, hogyha én ezt... becsukjuk, ezt pedig lenyomjuk. Aha, tehát most akkor nincs el... Ja, mert egy ideig ilyenkor lenyomódik. Ja, és ott van, hogy... 3, 2... Á, majdnem segbe rázott, basszus! De megvan. Ez egy nagyon komplikált Rubik kocka, ez meg... Oh, FNAF-os ventilátor, az kell. Oké, na. Milyen puzzle-ba rakták a piát ezek, vagy mi ez? Ilyen szubnautikás hangeffekteknek tűnnek. Ennyi? Ez mind a mondani való? Kösszegesz? Én akkor megyek szerintem vissza. Nem fog megrázni? Nem, most már nincsen rázós. Kiszedtük? Ez a kis fekete cucc volt az, ami csinálta a rázást? Gondolom. Cső? Helyzet? Státusz? Semmi? Én felvelkésző vagy, tehát oda el tudok bújni bármikor. Valamit itt megcsináltunk, az biztos. Itt menekültünk el eredetileg, vissza tudok most már menni? Ja, hogy ez át kellett volna... Nem. Azt nem értem, hogy lehet lekapcsolni. Azt valahogyan, tehát a túladat kellett volna talán? Csak annyira tudok gondolni, hogy ki? Oda hozzá be lehetne menni, mert tehát kinyitható az a... Mi? Most már el van zárva a szellőző. Mi van? Na várjál, valami itt nem... Ez a szoba ez eddig nem létezett, ez kicsikét sem létezett, szóval... Az ott egy ajtó, egy nyitott ajtó. Én akarok még... Úgy. Nem? Ez így egy ajtó. Aha. Nem. Nem, de ez egy ajtó. Nem egy ajtó. Nem. Másik esetleg? Dehogy is nem. Hát nehogy azt mondta, hogy ez nem egy ajtó. Hát az ott van. Tehát az úgy kész. Vagy mi kéne még rá ezek? Ez úgy nem. Ezt talán? Bro! Nehogy azt mondd már, hogy az nem egy ajtó, hát az... Az egy tökéletes ajtó, ne csináld már ezt, légy szíves. Melyik kell? Ez sok szutyok kell biztos, nem? Így. Azok kulcsok akarnak lenni, azok inkább tekerentjük, nem nagyon kulcsok. Na de tehát most akkor mit kezdjük a... Mit kezdjük ez a kulcsa? Volt egyáltalán zárt ajtó? Na várjátok, én most annyira el vagyok tévedve, hogy ez nem igaz. Volt zárt ajtó? Ó. Kilincs. Oh. És most tudjuk ki, és miért világít a kicsit? Mit tudom én, mi ez a szoba egyáltalán? Csukd be egyszer, és mi kiégeti a szem. Bing bong. Megrangattam, nem tudom, mi volt-e neki értelme, de csak szólunk majd valakinek, hogy tett kezdjen már valamit, mert ez itt nem okés. Itt semmi nem okés, ami történik. Úgy alapjáraton abszolút semmi. Mi van? Tehát van valami hülye torzítás itt a... Fény előtt, látjátok? Itt nincs. De itt is van egy picikét. Mi ez a hülye torzítás? Látjátok ti azt? Az mi? Vagy ez csak az effektje a fénynek, mert tehát ez ilyen... Hát tudunk vele ezt csinálni technikailag, tehát gyakorlatilag ez ilyen hőlámpa, ezt, és akkor az a hő akar lenni, vagy mit tudom én. De a lámpák ezek nem ennyire melegek, ugye alapjáraton. Hogy azzal nem ez kell? Akkor mi a helyzet? Akkor viszont nem tudom. Megváltozott a map mögöttünk? Nem hiszem. Hoztam be neked valamit a... Hát nem? Raktam be neki valamit a tévébe. Mit tudom én? Gondolom megváltozott valamit. Erre fel nem volt. Arra fel nem is leszünk, úgy érzem. Nem csinált meg semmit az úr? Nem. Hát akkor majd gondolom majd később fel. Hé, várjunk, erre a helyről jöttünk. Mi történik? Az nekem nagyon nem tetszik. Ez nekem nagyon nem tetszik. A biztonsági iroda fő emberétől annak, akit érdekel. Figyelmünkbe jött, hogy egy rakatnyi kaja raktáron lévő dolog eltűnt éppen, mivel ez megtörtént. Ezért be kell vezetnünk újabb biztonsági lépéseket. Mától fogva minden egyes kaját, azt tehát külön mi fogunk elosztani minden egyes embernek, aki a hajón van. És folyamatos védés alatt lesz a kajaraktár.
Meg lehet, hogy nem egy rossz ötlet, viszont akkor mit fognak csinálni az éhes gyerekek? Nem értem mi ez a hang onnan. Engedj be. Nem, oda nem. De. Cső. Bátya az leveg. Picit baginolt. Mindenre. Elszállt. Itt van a bölcsesség. 282. De akkor ne küldjél rám senkit, jó? 282. Hogyan is kellett ezt? 2. 8 és 2. És akkor nézhetünk egy olyat egyébként, hogy erre fele mi van, mert csak úgy kíváncsiságba. Hogyha mumus lesz, akkor nem fogok neki örülni, jó? Úgy néz ki, mint valami Lucifer, de... Te vagy a Mr. nem tudom kicsoda, nem? Hardy? Bátyának csak ott van egy komplet másik dimenzió. Na várjál. Get up, quartermaster. What's done is done. No use crying. Okay. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Jól van, és te... Te csak úgy megvagy ott fenn, örülök neki, jó, én is érkezem, beugrom kútba. Habár mehettem volna tovább, de ez engem érdekel, hogy itt mi van. Már meggondoltam magam, meg lehet visszafordulok. Nem, ha már egyszer jöttünk ide, akkor egyszer nem fordulok vissza. Gyerünk lefele. És balra-jobbra így dölöngélünk. Így megyünk le. Sziasztok uraim, ti dolgoztok? Mindenki ugyanaz egy darab animációban basz, és mindenki ugyanolyan NPC, mint mindenki más. Cső. Nem tudom, mikor van vége a working hoursnek, mikor lesz szünet, nem tudom mikor lesz neki szünet. Nem, neki szerintem nincsen szünetjük, bábuk, minek? Tehát, hogy ha már egyszer dolgoznak, akkor már egyszer tegyék effektíven, nem? Én is ezt mondom. Na, menjünk el erre fel, szerintem ez így mindenképpen meg... Miért érzem azt, hogy valamire megint csak sprintelős jelenet lesz, és én azt nem szeretem. Mi a franc akar lenni, ami itt volt ezen a falon? Ezt már akarom nézni lentről. Ez mi? Oda lapítottatok egy elefántot? Vagy mi a franc? Hát, jól van végül is, miért ne? Bizgentyű muk... Ez egy ilyen puzzle, oké. A legbelsőt szeretném akkor most forgatni, és így. Megvan, nem? Vagy valahova köthetőnek kéne lennie? Ja nem, nincsen meg. Még egyet, nem? Így. Így, aha. Miért egy szomorú smiley lett belőle? Úgy néz ki, mint egy szomorú smiley. Jó, én akkor szerintem elmegyek. Köszönöm szépen a közreműködést. Én ebből kimaradok, de megjavítottam a hajótokat, hogy ti is el tudjatok majd jönni. Nem tetszik nekem ez a hang, nem tudom mi, ez olyan, mint valami rossz centrifuga, ami el van cse... Jó éjszakát! Good night! Mi? Mi van? Ha? Ja, 31-nek kell kijönnie? 22, akkor ahhoz még 9-et kell adni, hogy 31 legyen. Yep. 53, az a legkönnyebben szerintem úgy jön ki, hogy spameljük meg a kis számokat, és akkor... Mennyi kell ahhoz? 5? Basszus, van még egy 10-es, na várj, fel a 10-esre, úgy. Megcsináltuk. Aha, elintéztük szerintem. Jó éjszakát, jó, megcsináltam ezt, nem tudom, hogy... Virág. Végeztünk, mehetünk valamerre? Oké, igen, jó, megy a lift. Tűzik el innen a francba. Lift operátor. Ki? Ti hogy kerültetek ide? Ti miért mozogtok? Úgy néztek ki, mintha a Detroit Become Human-ben lennének az emberek, tehát úgy, hogy nem lennének nekik emberi kinézeteik. Úgy néztek ki, mint csak az androidok. Ott volt valami.
Itt len itt laktak-e? Mekkora volt ez a hajó? Komplett apartman... Mi van? Hallod? Na meg amúgy meg kút volt a hajóban is, tehát hogy... Még nem jó, ezeket egyértelműen csak képzeljük, de... Te nem láttál itt az előbb azt a rakatnyi embert? Itt szavad sincs rá? Ne is legyen. Örülök neki, addig jó, ameddig nincs rá semmi szava. But one can become a vessel to carry within a flame of another. Ki jó, meg kell nézem, mi van ott, és sajnos az egyiknek a feje. De ez nem állít meg abba, hogy talán véget vessünk ennek a ki... Mi a franc akar ez lenni? Már megint a szív. It warms the heart. It feeds Bro, ég. The soul. Elmegyek szerintem, megértem azt, amikor nem vagyok szívesen látva valahol. Úgyhogy inkább... Ó, oh, azt észre se vettem, az... Az valamiből van. Ez valami alakzat, valami... Nem tudom milyennek a neve, ott pedig egyébként egy klip van valakiről, ahogyan néz így közelről a kamerába. Az ott amerre most nézek pontosan azon az egy ablakon, ami villog. Azon egy klip van valakiről, hogy közel rakta magához a kamerát, vagy nem tudom. Fix, hogy van egy rakatnyi easter egg ezeken az izékon egyébként. Na mindegy, én visszamegyek, szerintem... Valahogy éreztem. Ti egyébként fémből vagytok? Basszus, ezek fémből vannak, azt hittem, hogy legalább fa vagy valami, de ne, így akkor nem tudjuk őket elégetni, akkor hogy a francba fogom megvédeni magamat ellenek? Nem lesz ez így jó, nagyon-nagyon nem lesz jó, ma most nem jó. Mi lenne, ha? Uraim, együtt fogunk dolgozni, jó? Higgyetek nekem. Jó? Jó. Na figyelj. Oké. Visszatértünk ide, már megint? Ó, most már fel tudok menni Volt ez a csattogás, mi? Fel tudok most menni középre, nyissátok ki, tartsátok nyitva. Ha valamelyik hülye gyerek rám engedi, akkor ki vagytok rúgva mindennyien. Tényleg, hogy mit csináltok? Hát azt a munkát azt én is el tudnám végezni, abszolút semmit nem csináltok, csak... Jó, mindegy, megyek. Ó, ne, ugye nem kergetős jelenet lesz. Ez a jele annak, hogy van nálunk valami szörny. Köszönöm, milédi, köszönöm szépen, ezt csak nekem nyitották így ki. Szellőzőbe felmásznék szívesen, de sajnos nem lehet ugrani a játék. Megtartom a flashlightomat, mert úgy érzem, hogy itt valami nagyon... Uram, minden rendben van? Szia! Add ide az egész kezedet, tehát hogy... Nem? Nem adja ide az egész kezét, jó, akkor én ide eltűzök, köszönöm szépen. Viszlát, ez úgy néz ki, mint a FNAF Security Breach-nek az eleje. Csak jól, tehát hogy... Bro leesett. Te is tudsz volna merre menni? Már most így előre? Közelebb kell mennem, közelebb kell mennem. Köszönöm szépen a kemény... munkáját, uram. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon fontos tagja az a vállalkozásnak. Mehetünk erre. Ez mi ez a kapu már megint? Ó, oh, de furán néz ez az effekt így ki. Mindegy, nem... Oh, no, nem játszunk ilyet, most az egyszer nem. Szár, igen, mert a túloldalról látom rajta basszus a csöcst, hogy tehát a túloldalról meg kéne valamit csavarintani, de... Most már mehetünk el, nem? Most már jövök kifelé, fölfele. Azaz. Nem. Ha? Uram? Helyzet? Átment arra egy patkány, hogy valami történt. Nem? Jó, akkor...
akkor vissza nem megyünk, I guess. Abban nem tudom, hogy mi változott volna ennyi. Most komoly? Most már az is zárva van? Szeretnek trollkodni ezek a Layers of Fear devek. Hallod? Mi lenne, ha engedne valamerre a ját? Azt nem, az is egy ajtó, nem. Cső, visszalemegyünk megint. Nem értem, itt valami puzzle van, amit nem értek, vagy nem megy. Nem vágom. Tehát ki innen most már nem megyünk, nem. Valamit szerintem kéne keresni, amit a flashlight-ok kellene majd babrálnunk, de nem vagyok benne biztos. Szia. Nem? Nem téged, nem is arrafele valamit, semmit. Mi van? Mi a franc történik ebben a játékban? Átadnád nekem azt, köszönöm szépen, nekem hozták a levelet, postás adta, kösz. A tetején le van tépődve ennek a papírnak, mivel volt benne egy rakatnyi ember, részt vett személyes átverésekben, amik etikai kérdéseket hoztak fel a Tespiánnak a mentális életére. A belsős forrásainkból ki lehet találni, hogy a sztár órákat töltött el zárt ajtók mögött. Hangokat lehetett hallani, ezek mellett voltak nevetések, sírások, és egyszer csak kinyílt az ajtó arra, hogy senki nem volt benne a szobában. Mégiscsak a híres kritikus Noah Wensley eléggé gyorsan emlékeztetett minket, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy a jó művészetnek nagyon-nagyon nagy ára van, hogyha elveszti magát valaki egy szerepben, akkor ez általában azt jelenti, hogy elveszti magát örökre. Pont. De nekem itt ne... Bro, így megprenkelt, így nekem ugrott, basszus, hallod? Ott levágok, basszus, szétborulsz. Ú, nem fog ez nekem tetszeni, igaz? Mi lett ezekkel a tányérakkal? Túl sok tányér volt, vagy mi? Looks like the rats got to it before. What was that? Shh. We're not alone here. Jó, a bábuk voltak? Fix, hogy az a bábú volt, amelyik nekem ugrott. Az valaki rúgja ki? Keresétek meg a lakcímét, csikizétek meg a lábát este, amikor alszik. Az ajtó, ez nyílni fog, igaz? De jó, régen volt ma olyan ajtó, ami nyílott általában körbe-körbe. Félig átfogyik ez a falon. Még jó, hogy az nem nyílik, basszus, meg az... Hallod, nem. Ez egy kergetős jelenet lesz. Miért is? Megint lecseréltem a billentyűzetemnek a nyelvét. Mi történik? Windows 10 moment van. Oh. És na, hát egy kis levélke. Meg kellett erősíteni néhány ketrecet. Valamitől megijedt az összes állat. Meg lehet, hogy érezték, hogy érkezik a vihar. Egy picikét lejjebb kell szegelni a csapóajtókat. Ez nagy lesz. Jó, tehát akkor egy nagy vihar érkezett valamire. Mi lenne, hogyha nem magad felé húznád azt az ajtót, hanem... Kutyák is vannak itt le? Noé bárkáján vagyunk, vagy hol a f... Te! Nekem itt ne izéljál me... Imádom közel vinni a kamerát embereknek az arcához. Mindenkinek az arca valamennyire eltorzul, hogyha közel viszed ugye a kamerát. És így olyan goofy néznek ki néha. Ugye, te most... Azt hittem utánam jön, mert akkor bunyoztam volna. Ez mi? Bill és társai állattanítók. Oké, okay, kutyatanítás és kiszállítás $225, az nagyjából 80 ezer forint. Megjegyzés ketrec és az egyéb benne lévő dolgokat a raktárrészre kell szállítani. Minimumra tartottuk az etetését, ahogyan kértek minket. Vigyázzatok vele. Miért nem adtatok neki enni? Idióták, azok kenyerek voltak? Jaj, most egyértelműen valami kajakrízisünk van, hallod? Neki esett, azt meggondolta magát. Most, hogyha bábú jött utána, mi ide is feszíteni. Már visszafordultam volna szé... Van itt egyetán kutya, vagy csak trollkodik velünk a játék? Attól félek, hogy szerintem csak trollkodik velünk a játék, és amúgy meg nincs... Hát nincsen most már kutya, de valamikor biztosan volt, tehát akkor kellett... Ne! Bro, az izé, Gibi átszakad a plafonon. Ó, oh, magunkkal hoztuk ezt a csodát is. Jó, jippi! A faszják játszak ott a plafonon, basszus, kiégek rajta. Én azt akarom onnan elérni. Nem? Jó, akkor nem érjük el azt. Ó, basszus.
Mégis csak volt kutya, úgy érzem. Itt van még, vagy tehát elment messze, nem el? Már. Amúgy nem is én nyomom a flashlight, köszönöm. Jó, tudod mit? Ezt úgyse tudják kinyitni a kutyák, kapjátok be, úgyse kaptatok kaját, mondták, hogy minimumra tartották az etetést. Ti hibátok, nem voltatok jó. Jézus pózba talad, hallod? Meg lesz, hidd el! Na majd én megmutatom, hogy kellett volna. Minek jöttem én át ide? A semmiért jöttem át, van néha... Ó, alma! Végre valami kaja, ne? Ó, de kaja. Jó, azt hittem megőrültem, basz, és nem is volt ott semmi. Nem, tényleg van itt alma. Nem kéne leesni azzal, meg lehet, hogy... Look, there's something there. Már nincs. Gyerekek is skizofrének voltak, nem csak én? Hallod, figyelj, meg lesz. Eléred, hidd el. Nem így működik. Tudod, van ez az Isaac Newton nevű ember. Over there. Can't you see it? Ez történik? Szigetén vagyunk kókuszdiókkal, meg mindennel. No, this isn't what I saw. You have to believe me. Oh, bocs. Nem is fogja tovább? Oh, brr. Itt hagyom a képernyőn a szöveget, amit mondott volna valószínűleg. Mindegy. Kipja van a dologba? Ez érdekes, ez arról szól, hogy miért ne legyünk alkoholisták, pont. Valami olyas. Ami olyasmi, mondjuk nem baj, engem nem zavar. Valami mentést, nem? Azt, hogy elfogadok, nem mi ez? A tetején le van tépve. Mr. Hardy nem jutott volna el ilyen távolra a szeretett kapitány Bass, Bénas Bajnes nélkül. A kapitány volt a sztorinak a főszereplője. Néhány ember a feketében való vándornak hívta őt, mivel a hajónak a zászlói ilyen feketék voltak. Captain Baines eléggé erős és verhetetlen volt, aki mindig eljutott a kincsig. Mr. Hardy egy picikét irigykedett kapitányra, mivel ő is olyan erős akart lenni. Hát basszus, kapitány Bainesnek, meg Mr. Hardy, hát figyelj, valamikor összejön majd neki, nem? Hát még most, hát még nem kapitány, na majd, hogyha az lesz. Aztán megint bevágja a bogusz bintiret. Hé, ebbe a szobába, ebbe voltunk már tegnap. Jó. Becsukódott, azért mondom. Miért mentünk vissza megint fekete-fehérre? Aztán, hogy kergetni fog minket. Nem, de arrébb ment, jó. Nekiálltam már visszafelfutni, azt hittem, hogy kergetni fog minket valaki. Hallod, arrébb mennél? Oda nem megyünk elég őt. Ja, hogy én ezeken csak úgy át... Azt hittem, legalább raknak rá valami fizikát, hogy neki tudok menni, hogy így elpatta. Az történik itt. Random dolgok dölöngénünk a hajóval együtt. Ott ég egy koporsó, eléggé úgy látom. Aj, ne! Szörny van. Szerintem szörny van. Nem tudom, hogy mi van, de sprintelek. Szerintem szörny volt. Cool, nem? Cool. Ucs, kurra raktam. Elméletileg azt, tehát most akkor teljes sprint, teljes gőzzel előre, azaz, jó. Megint a biztonsági irodának a főura, és megint csak tehát, akit érdekel. Eljutott hozzám, hogy néhány tagnak nem tetszett az új szabály az elosztásokkal kapcsolatban. Ne felejtsétek el, ezt azért kellett bevezetnünk, mert törvénytelen dolgok történtek a hajón. Nem tudom eléggé kiemelni, nem fogjuk büntetlenül hagyni a rablást. Ami egyébként teljes mértékben jogos, ők fizették a kaját, tehát hogy kirabolták őket gyakorlatilag. Ezt visszacsukjuk szerintem, senki ne tudjon utánunk jönni. Mondjuk a jumpscare-ek nagy része nem utánunk jön, hanem tehát mögém spannolnak, tehát tök mindegy, hogy becsukom-e vagy nem. De becsukom, mert volt rá lehetőség. Még lejjebb? Nem tudok leugrani? Az nem lenne gyorsabb? Nem, jó, akkor inkább lemászunk. Nem próbálok megbugolni, mert az első játékban sikerült. Na figyelj, őt mondok most. De szűkös ez a szoba, ez nekem nem tetszik. Mosógép! Na az már tetszik. Na ez már... Ez nem egy mosógép. Nem tudom, mi ez, valami hatch-félesség. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain,
There's something out there, in the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Remélem is, basszus, mert te vagy az, aki nem megvéd minket, hanem nem tudom, mit csinál az összélet meg valami. Mit tudom én, mit kell neki csinálni. Na mindegy. Hogyan ők be a gyerekek ebbe a képbe? Egy gyerekszereplőt játszottunk? Vagy... De nem volt szükségem erre a nap végére. De mocskosul nem volt szükségem erre, de tényleg. Kikerüljük. Lapátoljá, Pali, lapátoljá! Nem volt. Bro nem akarja becsukni! Szia! Ments meg, te meg tudsz, nem? Te? Ki? Nyomva vagy tartva? Bro beakadt. Bro nem akarja, hogy túléljem. Légy szíves, az jó lesz, nem tudom, hogy mi ez, milyen ajtó ez, basz. Van vetítőszoba, aha. Hát ott valami történt, az biztos. Megnézhetnénk a többi képkockát? Ott hiányzik a feje. Ha? Nem szeretném azt szerintem, de... Hát ha már egyszer itt van, akkor már egyszer... Felállok a Palinak a fejére, azt átmegyünk ott, oké. Megbeszéltük. Biztos lehet volna valami, tehát akkor a másik képkockával, ahol hiányzott neki teljesen, tehát a fél gyerek hiányzott gyakorlatilag. Hol kötöttünk ki? Ja, túladai szobába, jó. Jó. Ez... és ez merre van? Nem tudom, hogy hol vagyunk helyileg, de szerintem eléggé ennek a chapternek a végén is vagyunk. Habár ki tudja, mert tehát vadászat nem tudom, nem nagyon vadásztunk. Minket sem nagyon vadásztak. Egyszer volt ellenfél. Elég is volt, tehát hogy úgy örökre szerintem. Nem kell több ilyen rész, ahol kergetnek engem, esküszöm. Szén? Gondolom ez szén. Mi a nehezebb? Egy kiló tej, vagy egy kiló... föld. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James! I said leave it! Legalább nem kellett patkányokat enni a gyerekeknek. Melyik a nehezebb, egy halott patkány vagy? 7 élő. Ha amit te mondasz, bátyja. Instinct, vagy pedig reason? Tehát, hogy... szerint... Nem akarok belemenni az instinctekbe, mert meg, tehát egészen eddig úgy voltam vele, hogy reason. Egészen eddig úgy voltam vele, előzőleg is, tehát... Ott hagyjuk szerintem. Reason. Trust your instinct. Give up. Hát dehogy is nem, direkt az ellentétjét csinálom, mint amit mond a játék. Direkt az ellentétjét csinálom. Menj, menj, ugorj bele. Ugorj bele a farkasba. De. Lehet, higgy nekem. Menj oda megint. Megint ugorj neki a farkasnak, hajrá. Ugorj neki, bum. De... Én legalább visszakapom magamat. Nem. Én legalább visszakapom magamat. És az nem én vagyok, meg a személyiségem. You didn't take it. You'll starve. You let it go. You'll regret it. Na majd meglátod, Mr. Hardy. You gave up.
Haladtam, mert nem veszünk el mások kaját. Kusman! Hallgass a kapitány, azt mondja, pofa be! Nem. Valamerre visszafelé szerep. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Ja, végül is technikailag van alapja, amit mond, igaz. És itt merre? Tegyünk itt sem erre, de ez nekem tetszik, ez a WC. Mert meg tudunk engedni két csapot, és az már is nagyobb vízszámlát jelent, nem villanyszámlát. Tegnap megengedtem a What is forever, if not merely a prolonging of misery? I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. Jó. Na most én mondok egy olyat, hogy tehát most nem a víz megengedésével, nem a villanyszámlán növelünk, hanem a vízszámlán növelünk. Ezt tegnapról ki akartam javítani, mert emlékszem, hogy tehát mondtam, hogy bekapcsolom, hogy magasabb legyen a villanyszámla. Oké, megint csak a biztonsági fő izétól minden egyes járőrösnek. Itt azt fogom kérvényezni, hogy... Itt is most kijelentem, hogy át kell vinni a raktárunkat valami biztonságosabb helyre. Elvárom, hogy a következő jelentésetekben minden egyes zsákmányunk az biztonságban legyen. Hogyha bármi is történik vele, nem akarok többet erről hallani. Már elege volt azzal basszus, hogy folyamat volt valami baj még... Elment a kisfiú, nem? Jövök utána, nem? Hát, majdnem, hogy erre fele jött nagyjából. Money, yar! Lehetek rák úr? Nem maradt kaja. It's not good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer. The slayer of the Cyclops, the seeker of the flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Nem tudom, milyen kapcsolatok volt, elég úgy érzem, mint hogyha a Lily lett volna itt a nagy testvér. Tehát a Jamesnek a nagy testvére lett volna, és tehát próbálta legalább benne tartani a lelket. Így legalábbis annak tűnik, hogy próbált benne a lelket tartani, hogy nem, azért meg tudjuk csinálni, csak tovább kell tolnunk, tehát hogy látodjuk és meg lesz. Na és az mi? Megint csak a Chalice felé megyünk. Hallod, de basszus, ilyen pénzek után? Hallod, te hülye vagy, ilyen money? Nem akarsz arra menni, de... Na, ez az. Érdejetek előttem. Te is, haha, beesik a pénz közé. Na, én viszont jövök felfelé ide. Nem szereti ezt a szemem. Hallod belőle? Hát ez legalább behető, mondjuk nagy része rohadt szerintem. Hova tűnt a sok lóvé? Melyik lépett le a lóvé ma? Ó, basszus, azt hittem ez ma a fejezetnek a vége, de még nem. Még van. Én ide. Nem, annak... Az sem úgy valahogyan. Erre fel viszont már igen, tehát el full. Full nem. A második mérnök. Tudom, hogy megvannak a követelményeid, és nem akarok tiszteletlen lenni, csak azt mondom, hogy a főnök egyszerűen értetetlen. Engedte, hogy megrohadjon az összes kaja addig, ameddig mindenért feleltünk? Mindegy, a dolgozók amúgy is kezdenek fáradni. Egy rosszabbak kezdenek lenni a munkaidők, és azért, mert egyre kevesebb kaján kell megcsinálniuk minél több dolgot. Én ismerem az embereimet, jó emberek, de nincsen köztük egy darab rabló sem. Viszont az embereknek kezd korogni a gyomruk, és eléggé könnyű őket emiatt picikét frászt hozni rájuk. Jó, hát természetesen mondjuk éhesen én is tehát úgy lennék vele, hogy mi van, hogy holnap nem lesz mit kajálni. Nem tudom, teljes mértékben megvan rá az esély, hogy azt mondják, hogy na, ma nem kaptok kaját, pont. Ez mi? Come on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run! Hát az nem tetszett a szememnek. Hát meg amúgy megdöglök, hallod? Ja, hogy
Értem, el kell bújni a fénytől. Megvan. Kijutottam. Itt is van egy ilyen valahol? Hallom. Ott megy, mindjárt. Oda viszi az ajtót. Oké, oké, kijutottam valamerre. Bow! Az ott elkap. Mi? Aki meghal, az fogja fizetni az összes számlát. Meghaltam? Mi van? Hova rak vissza? Ide? Jó, hát itt tartottunk gyakorlatilag, nem? De itt tartottunk. Ez ugye tehát pofon egyszerű, igen. A kinti rész azt nem tudom, hogy kell megcsinni, várja. Honnan jön egyetlen a fény? Honnan jön az, amit el kell kerülnöm? Ez itt elkap. Mi van? Hát ennek nincsen értem, hallod? Hát én keresztül futok. De mi a baj? Ez itt nem kap el. Oda kell mennem, megvan az ajtó. Itt ez elkap? Nem. Ja, hogy arról az oldalról jön a fény, ahonnan én kijöttem, és azért nem értettem, hogy hova kell elbújnom. Jó. Létszi. Jó. Emögé bebújunk, nem? Így. Ez így jó, nem? Aha, jó. Igen, mert onnan jön a fény. Oh. Jó, nem értettem hirtelen, hogy honnan vetítődik, basszus, ez a nagy mennyiségű fény. Meg vagyunk. Jó. Én fizetem a számlákat. Akarod azt nekem? Köszönöm szépen, lehetőleg nagyon mágus vagy. Na, ott nincsen semmi, de jó. Azt megérte. The heart of the city. It beats no more. We failed them. This... Ja, ment, hülye vagyok. Azt hittem, hogy megint csak brr, megint itt hagyom a képernyőre, amit mondtak volna. Erre le kell szoknom, meg kell várnom, addig abba hagyják a beszédet. Na. Megint! Létszi. Most. Nem értem. Ott nincsen semmi. Mi? Olyan, mintha én nem is lettem volna soha így. Ja, tekerentjünk. Bőgötjük bátykát? Jó, megyek akkor arra. Habár nem boldogan, de igaz, akkor jövök erre felé. Ott lenne. Ja, hogy ez most itt fenn van. De örülök neki. Abban maradna? Igen, legyen egy kis... Jó, nyugalmunk. Ezt adarakjuk. Oké, el is tudunk itt akkor menni. Az nem jó, de jó. Ez pont jó. Mindenki tudunk. Menj. Az ülős vicc. Lépj a fénybe. Oké, okay, itt vagyok. Megyünk. Ó, ez megy. És ilyen, hogy menjek vele? Várja már. Hát ez így már nem vicces. Mi? Azzal nekem mennem kellett volna? Hallod? Ja, hogy ott volt egy láthatatlan lépcső gyakorlatilag, híd. Ja. Láthatatlan híd, oké, okay. Arra nem számítottam, minden másra számítottam, csak arra nem, de nem baj, ma az is megvan. Na hát akkor tovább, szoki. Látom most már itt is, hogy honnan fúj a szél, basszus. Itt nem kell megcsinálni azt a taxot, hogy nem, itt nem kell, én látom szerintem, rálátok. Na, megérkeztünk. Haló, kifürdik. Belerakjam a Brónak a kádjába? Mr. Hardy megölt valakit? Vagy mi? A James előlettetek meg valakit a kisgyerekkel? Nem? Mint a franc, tehát hogy eddig is ment, most is menni fog szerintem. Kell csinálnom egy olyan ajtót, ami egy ilyen
3D szkennelt része az arcomnak, tehát kell nekem is egy olyan ajtó. Watch out! Something's coming! Jaj ne! Nem, én ezt nem hiszem el! Én ezt nem hiszem el, hogy nem lehet egy nanosz... Az lesz! Erre. Kösz. Chapter 3. Jó. Ami azt jelenti, hogy van itt mentés. Ami azt jelenti, hogy holnap jövök a folytatással. Ez jó hosszú rész volt, de nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Nem tudom, hogy mik voltak ezek a mechanikák. Az a fényes mechanika, az kifejezetten nagyon tetszett. Az nagyon jó volt szerintem kivitelezve. Na mindegy, holnap akkor jövünk majd a folytatással. Kezdünk akkor a Layers of Fear 2-nek is a végre jutni. Meg van még ugye az extra story, ami tehát az írói, amivel szint úgy haladunk így a részek között. Annak is lesz szerintem majd hamarosan még egy fejezete, hogy tehát ott is ki legyen egészítve majd a story. Na mindegy, holnap jövünk majd, csözök, Ali.